milyen képregényeket szeretsz inkább olvasni? Hát, én nagyon szeretem a Marvel, tehát minden, ami a bosszúállókkal kapcsolatos. Nagyon érdekel. Na és te? És te fontosnak tartod az ilyen gyerekképregényeket? Tehát te inkább a gyerekeknek akarod megnyilvánítani ezeket a mondandóidat? Én azt gondolom, hogy a képregény ez egy nagyon fontos műfaj gyerekeknek. Ugye kvázi átvezető az olvasáshoz, ezt nagyon sok országban felismerték már, Magyarországon nagyon lassan történik ennek a felismerése, és ez egy remek módszer, hogy történeteket megtanuljanak olvasni, megtanulják őket értékelni. Szerencsére egyre több magyar képregény rajzol gyerekeknek. Persze azt gondolom, hogy ez nem csak gyerekeknek szóló képregények, hanem felnőttek is nézhetik, de ez egy nagyon jó irány. Ezt a képregényt ezt én írtam. Ez a 2016-ban a Szent Márton emlékévre készült képregény, amit a Pannonhalmi Apátság és a Szavária Múzeum közösen rendelt meg. És itt arról szólt ez a történet, hogy hozzuk közelebb a gyerekekhez a Szent Mártont, mint egyházi szentet, illetve magát, az ő történeteit. Lanciger Mátyás rajzolta meg. Ugye jól láthatóan a rajzstílusa is ilyen kicsit ilyen Cartoon Network-ös stílusban alkot, amit én amikor láttam, így egyből nagyon megszerettem, hogy ez egy teljesen jó keret lesz, vagy jó háttér lesz a történet elmeséléséhez. És a másikról mi a véleményed? Ez egy mindennapi jelenség, látunk ilyet az iskolában, középiskolákban is, mindenhol az élet terén, rengeteg ilyen kiközösítéses dolgot ismerek, és rengeteg barátom tapasztalta ezt az élményt.